Ez egy nagyon érdekes történet. 2004. december 4-ével volt egy megnyitó műcsarnokban, a Menüpont Galériában, és hát még talán pontosan időpontot is tudom kötni, a fél hét magasságában, kicsit korábban mentem, a Petrányi Zsolt mutatta be nekem személyesen. Ott volt egy érdekes kinézetű idősebb úriember, akit bemutatott, és egyből szóba is egyettünk, és addig beszélgettünk, hogy gyakorlatilag a megnyitót azt egy jó fél órával el kellett tolni, mert Gyuri kicsit így belelendült, és hát egy nagyon érdekes diskurzus alakult ki közöttünk. Az, hogy hogy került ő egyáltalán a kiállítás megnyitóra, mert nem nagyon szokott, legalábbis tudomásom szerint nem nagyon szokott megnyitóra járni, ez megint egy külön történet. Én terveztem a meghívónak a grafikáját, és ez annyira felkeltette a figyelmét, mert nyilvánvalóan a műcsarnoknak a kommunikációs osztály az kipostázta elég sok helyre, és azt mondta, hogy ez annyira megfogta, vagy tetszett neki, hogy úgy gondolt, hogy ezt a fiatalembert meg kell, hogy ismerje, és akkor eljött. Összeismerkedtünk, telefonszámot és e-mail címet cseréltünk, és utána februárban találkoztunk új fent, azzal az ötlettel állt elő, hogy a Tóth Endre street art-os vizuális kommunikációhoz hasonlatosan úgy látja, hogy van nagyon sok csatlakozási pont közöttünk, és ennek folyamányaként ő szeretne csinálni egy ilyen kettős kiállítást. Nyilván ezt felkérve egy művészettörténészt, és ez egyfajta egyértelmű kommunikációs csatornával terelve. Hát ez a fajta projekt ez nem jött létre, viszont még az év májusában volt egy szóló kiállításom itt az Árpoolban, a Visszanyert művészet címmel. Pontosabban négy művésznek, a világ négy pontjáról, Joshua Cohennek, B.P. Szabónak. És Michael Birnernek. És Michael Birnernek, ugye utána azt hiszem, hogy elhalálozott, és azt a világ második legnagyobb mérlegyűjteményét azt az Árpoolra hagyományozta. És Gyarmati Zsoltnak, tehát közösen négy teremben négy szóló kiállításunk volt, négy külön megnyitóval. És utána pedig a mi személyes kapcsolatunk az tovább szövődött, mert több csoportos kiállítás és meghívót kaptam tőle, és azóta azt hiszem, hogy még plusz három vagy négy csoportos kiállításon volt részem. Csoportos kiállításon volt részem az Árpool P60 galériájában. Milyen embernek tartod Gyurit? Hát ez egy nagyon általános kérdésről lehetne egyébként órákat regélni. Hogyha itt csak néhány szóban. Végtelenül érdekes az ő személyes élete. Nyilván egyrészt sokat olvastam róla, láttam is a televízióban, másrészt meg az oral history, tehát az általa elmesélt történetet, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. Meg hát, hogyha ő ugye belelendül az egyfajta ilyen, én úgy hívom, hogy kognitív agresszióval, tehát azt hiszem, ismerjünk passzívan agresszív hölgyeket, és én ebből vezettem le ezt a fajta megfogalmazási módot, hogy kognitív. Tehát egyszerűen, ha ő belelendül, akkor igazándiból abba a kommunikációs csatornába betereli az embert, és abból már igazándiból nincs menekvés. De visszatérve a kérdés tárgyához, tehát igazándiból egy reneszánsz ember. Tehát Erdély Miklós óta Magyarországon nem volt olyan személyiség, aki integrálni tudta volna a művészeti társadalmat, kicsit bután fog fogalmazni, életkor szerint. Tehát igazándiból nincsenek kommunikációs lehetőségek arra, hogy idősebb és fiatalabb művészcsoportok, művészek egymással összeüljenek és eszmét cseréljenek, illetve nem is nagyon értik igazándiból egyfajta egymás vizuális kommunikációját. És engem az végtelenül megdöbbentett, hogy egy nálam jóval idősebb művész milyen szinten fogékony arra, amit én
saját magamból kiadva a vásznon megjelentek, és Gyuri valahol ennek a erdélyi hagyománynak a folyományaként, legalábbis számomra, tehát ezt nyilvánvalóan mindenki saját virtuális rendszerében gondolkodik, és abból próbálja leszűrni az élményeit. Szóval számomra megdöbbentő volt, hogy egy jóval idősebb úr ilyen szinten nyitott egy fiatalember művészetére. És ez a fajta nyitottság nem csak egyetlen egy projektben nyilvánul meg, hanem minden olyan dologgal kapcsolatos, ami velem kapcsolatos, tehát hogy eljön a mennyitókra, nagyon jókat beszélgetünk, és igazándiból, tehát ez egy olyan szintű ajándék, amivel én művész létem alatt nem nagyon találkoztam. Talán még az Andrássy Gábor volt, aki mondjuk korban ilyen szinten távol állt tőlem, tehát jóval idősebb, mint én, és ő is ilyen, azt kell mondjam, hogy szeretettel, vagy nem is tudom, nem tudok más kifogalmazni, szeretettel mondjuk ki, és nyitott az irányokban, mert nyilván ez a fajta kommunikációs rendszer, ez fordítva nem működhet. Tehát most egy fiatal ember oda mehet egy idősebbhez, de hát egyrészt az tiszteletlenség, másrészt nyilván nem is az a fogadtatás. Tehát ő, és mindenféleképpen ő nyitott az irányomban, ami elképesztő. És tehát mind a mai napig nem tudok igazán vívó napjára térni e fölött. De végtelen büszkeséggel is tölt el, tehát hogy eljöttek a kis Zsuzsival kutatni hozzám műterembe. Szóval rengeteg olyan dolog volt a Gyurival kapcsolatosan, ami az én művészeti, hát hogy fogalmazok, hogy ez igazán helytálló legyen, kontextualizálásomat elősegítette, vagy megteremtette, de mindenféleképpen ő nagyon sok mindenben segített. Talán még tudtán kívül is. És hát voltam nála Kapolcson, ahol így tényleg elmondta, még olyan szintig jutott a kommunikációnk, hogy elmagyarázta azt, hogy a konyhabútor az éppen Berlinből, Kreuzberg melyik kerületéből került ide, és hogy hány éves, és hogy az hogyan került hozzá, hogy az előtér, ahol lehet dolgozni, az a tető, az milyen kölcsönből született. Szóval rengeteg olyan személyes történetet hozta felem, ami általában csak jó barátok között adatít meg, és nem tudtam igazándiból milyen szinten viszonyozni, hiszen azért mögöttem nincs hogy mondjam, ilyen szintű, tehát megélt évek tekintetében sincs, nem olyan művészeti élet területén, de nincs ilyen múlt. Úgyhogy igazániból én egy reneszánsz embernek tartom őt, aki hogyha valaki fölkelti az életedését bármilyen aspektusból, bármilyen tekintetből, akkor hihetetlen megértéssel és szeretettel fordul az irányába. Legyen az ember bármilyen esendő, rossz, jó, vagy bármilyen nem. Szóval igazániból erről az egy dolgon nem beszéltünk, hogy mi volt az a... Tehát mi volt az a dolog? Mi volt az a dolog, ami ilyen szinten az irányomba fordította őt?